Ez a kívánságszolgálat, jó napot kívánok mindenkinek, a heti TV kívánság műsorát látják. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálat. Kérjenek, üzenjenek, írjanak, éljenek a lehetőséggel. Mára is hoztam egy napi gondolatot William Shakespeare-től. A jó hír hiú és fölöttébb csalfa fogalom, gyakran elérjük érdemtelenül és elveszítjük ártatlanul. Vendégem is lesz itt a budapesti stúdióba. Hamarosan ide várom Chris Rudolphot, énekes, zenész, zeneszerző, vagy ahogyan egy ország ismerhette meg a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, Chris Rudy. Hamarosan tehát vele beszélgetek. Az első üzenet pedig így szól, Máté Gabriella és párja Péter együtt szeretnék meghallgatni a következő dalt. Hosszú az a nap, énekel Zsida. Itt van velem a stúdióban Chris Rudolph, vagy ahogy egy ország ismerhette meg néhány évtizeddel ezelőtt, Chris Rudy. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm a nézőket, sziasztok! Mindenek előtt adódik a kérdés, hogy vagy most, kedves egészségedre, hogy vagy most, hiszen úgy tűnik, hogy lassan-lassan azért beindul a zenei világ is, bár valóban csak arra szolgat. Igen, egész történelmi pillanatokat éltünk meg az elmúlt egy-két hónapban. Sosem gondoltam volna, hogy hasonló dolgokat megélhetek majd az életemben, hogy valamilyen szinten így szabályozva lesz az életünk. Úgyhogy egy picit fura volt, igen, hogy a nagy elmúlt 3-4 év pörgése után most mindenkinek egy kicsit megállt kellett parancsolni az életébe. De talán jót is tett ez mindenkinek, azt gondolom, úgyhogy remélem mindenki hasznosan tudta eltölteni ezeket az időket. Én szerencsés vagyok, mert ugye nem régen született a kislányom. Épp ezt akarom mondani, gyakorlatilag aki ő most abszolút lassan, nyertese. Igen, fél éves, úgyhogy egy nagyon-nagyon tündér, ugye fél év alatt rengeteget fejlődik, napi szinten a mozgás,
hozzáállása ahhoz, hogy nagyjából, hogy mit ismer fel a világból, a nevetés, tehát hogy ez annyira jó érzés, amikor az embernek a kislánya ránevet, tehát hogy ennél nem sokkal vannak jobb dolgok a világon, szóval nagyon hálás vagyok, hogy ezt megélhetem. És bár javarészt otthon voltál, így sem tétlenkedtél, hiszen ott volt az online világ, akár egy koncert szempontjából is. Igen, ami volt az I Love Retro, és jó érzés egyébként, hogy még akár a retro vonal is gondol rám. Volt az I Love online fesztivál, retro online fesztivál, aminek az volt az érdekessége, hogy eléggé úttörő volt ez az esemény, mert előtte nem nagyon volt ilyen. És ennek a bevétele, ami közel 5 millió forint volt, sikerült belőle két lélegeztetőgépet vásárolni, és ezt át is adtuk két vidéki kórháznak, ami nagyon-nagyon örülték, és nagyon-nagyon szeretettel fogadták ezt a dolgot. Szóval egyébként én amúgy is, tehát az előadó nagyjából mit csinál hétköznap, szabad ideje rengeteg, péntek, szombat, vasárnap zenél. És minden ünnepnap foglalt, és minden ünnep, tehát hogy elfoglalt, szóval nagyjából azért itt nekem csak a hétvégék voltak furák, hogy nincsenek fellépések. És nagyjából úgy néz ki, bár most, hogy ugye feloldották azt, hogy 200 fő alatti akár esküvőket meg lehet tartani, azért azonnal megcsörentek a telefonok, tehát egyből 3-4 esküvővel hívtak, hogy akkor szeretettel várnának. De nagyon hiányoznak a nagy színpadok nyáron, a vidéki fellépések, a nagyon sok diszkó fellépés, tehát én ugyanúgy rengeteget járok diszkóba. Mit szólsz hozzá, hogy jelenállás szerint azért augusztus közepéig az óriási fesztiválok mind elmaradnak, tehát hát valahol még nem tér vissza az én életem. Én az elmúlt években is ott voltam a Szigeten, és idén a Voltra is felírtak, úgyhogy hát sajnálom, hogy nekem ez a két nagy fesztivál most elmaradt, de nem csak ezen a kettőn voltam, az elmúlt években rengeteg fesztiválon ott voltam, és nagyon jó volt, és a legjobb az, hogy mindenféle közönséggel találkozok. Egészen ugye a 40-es korosztály a régi zeneim, mert ugye azokon nőttek föl, illetve a legutóbbi 3-4 éve, amiket csináltam dalt, az abszolút egy új közönség ismert meg. Úgyhogy valahol tényleg minden egyes generációval találkozok. Igen, erre a retro kérdésre mindenképpen szeretnék majd még visszatérni, viszont a Facebook oldaladon láttam, hogy egy számítógiposztásban is részt vettél, tehát a jótékonyság sem állt távol tőle. Ez gyakorlatilag ez ugyanennek a I Love Retro csapatnak az egyik arcaként gyakorlatilag learathattam a babérokat, hiszen ugye ez az egész csapat ilyen számítógépes gyűjtés szervezett, azoknak a nélkülöző családoknak, akik most éppen bajban vannak, hiszen otthon online ugye oktatás van, és nem feltétlen jut minden gyerekre számítógép. Úgyhogy sikerült, most nem tudom pontosan, 35 vagy 40 vagy 50 darab laptopot szétküldeni szanaszét az országba. Úgyhogy igen, voltak nagy túrák is a napokban, amikor van, hogy egy nap 5 állomáson is voltunk, és tényleg hullafáradta jöttünk haza, de megérte, mert nagyon nagy szeretettel fogadták ezeket az eszközöket, úgyhogy hát örülök, hogy jó helyre került. Mindjárt következik az Egyensúly című klipped. Ehhez előjáróban egy-két gondolat? Hát ez nagyjából arról szól ez a klip, hogy egy kapcsolatban nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami mindkét félnek nagyon jó, és sokszor az emberek azt veszik észre magukban, hogy nem mindegyik fél van, tehát hogy nem mindegyik fél szereti egymást annyira, és valahol az egyik mindig fut a másik után, általában azért ez jellemző a világra, valamiért ilyenek vagyunk emberek. Hát erről szól ez a dal. Az biztos, hogy nem egy retro sláger. Igen, következik. Krisz Rudolffal folytatjuk. Állandóan jössz felém, majd el is bújsz, tűzön vizem mennék én, mindenen átfonnám a napsütést a felhőkön át. Lennék én a jobbik fél párnád oldalán. Lehet neked kérdés, de bennem eldől minden nap. Ha túlszalad egy érzés, magad szűkre zárod csak. Olyan, mint a légzés, belém fér, ha kér, még kap. Semmi kedvem várni, de jól tudom, hogy majd ez hat. Állandóan jött felém, majd el is bújsz, tűzön vizem mennék én, mindenen túl. Rátfonnám a napsütést a felhőkön át. Lennék én a jobbik fél,
párnád oldalán. Krisz Rudival pedig folytatjuk, és azért térjünk vissza egy picit ehhez a kliphez. Hogy sikerült erre az építményre felmászni? Hát ez egy nagyon-nagyon régi széntároló, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy pont kiszúrtunk egy horgászt, aki megkértük, hogy ugyan vigyen már be kis csónakjával, de nagyon nehéz volt ez az egész eleve felmászni, tehát én teljesen felkészületlenül mentem oda, sem mentő mellény, azért ott elég nagy a sodrása a Dunának. És míg eleve meg tudtam közelíteni a lépcsőt, egy ilyen nagyon, tényleg úgymond nagyon korodált vasszerkezeten kellett fölmásznom egyáltalán erre az egészre. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy a végeredmény az nagyon jól sült el. Régen megmásztad a Láncidat, és ott is adták koncertet, úgyhogy már nem te lennél. Igen, az még 2000-es évek elején volt. Szóval ez egy merész vállalkozás volt részemről, de abszolút jó néz ki szerintem a videoklip. Mégis megérte ezt az egészet, hogy oda fölmenjünk. Tehát az volt a cél, hogy csak előtte forgassunk, aztán jött az, hogy mi lenne, ha fölmásznék oda. Na akár ennek a klipnek a látán is egy picit úgy furcsa, nem? Amikor egy retro fesztivál plakátján látunk. Tehát te mennyire vagy retro és mennyire élsz a mában? Ezt a kettősséget magadban hogyan tudod helyre tenni? Hát azt gondolom, hogy meg ki kell szolgálni azt a réteget is, illetve azt a közönséget is, akik a régi dalaimon nőttek föl, a Törd át a csendet, vagy a Keresem a szót, vagy a Homokba rajzolt szerelem, vagy a, hát még sorolhatnám, hogy a Pillanat, már pillanat itt maradt, meg ezek a régi nagy slágerek, és azt gondolom, hogy akik ezekre a retro fesztiválokra eljönnek, azok szeretnék ezt tőlem hallani. Aztán teljesen másféle jellegű fesztiválokon is vagyok, ahol inkább a 20 évesek vannak. Ott viszont már nagyon-nagyon várják ezeket az új dalokat, vagy az AK-26-tal közösen elkészült dalt, vagy éppen aminek köszönhetem az, hogy ma is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres időszakot élhetek meg, az a Kimentünk a divatból című dal, ami ilyen robbanásszerűen átütött. És nagyon hálás is vagyok, hogy ez megszülethetett ez a dal, mert ugye az ember csinálja a dalokat, de nagyon nehéz kitalálni, vagy azt, hogy megfejteni, hogy miből lesz sláger. És ezt ahogy megjelent, azt vettem észre, hogy azonnal átvették a DJ-k, és széthájpolták, úgyhogy országszerte rengeteg diszkóba megszólalt, és azonnal be is látszódott is a felkéréseken, mert azonnal meg sokszorozódtak. Szóval én azóta úgy érzem, hogy a pályám abszolút fölfele ágazó, bár nagyon sok mindent megéltem az elmúlt. Sok évet töltöttél hajón is, erről két gondolatot azért mondjuk. Ez ugye nekem muszáj volt, így 2008-ban felismertem azt, hogy 98-tól nekem 2008-ig azért nagyon szaladt itthon a szekér, nagyon sok fellépésem volt, aztán így úgy éreztem, hogy megfáradt egy picit ez a név.
És ez, hogy minek köszönhető ebbe, hát felesleges belemenni, egészen egyszerűen úgy már maga a produkció is, meg úgy lehet, hogy talán az embereknek is úgy már unalmas volt, vagy jöttek a tehetségkutatók, tehát ez így minden. Jó, de például ott volt az Eurovízió, ahova bedolgoztál te is dalok szintén. Igen, de mégsem, mondjuk nekem az egy csalódás volt 2012-ben, hogy akkor így nem is vállaltam el egy hajószerződést, hanem, és akkor valahogy az nem úgy sült el, hogy szerettem volna. Na mindegy, és én 2009-től végül is 2016-ig gyakorlatilag 3 hónapot hajón voltam, 1-2 hónapot itthon. Volt, hogy 4 hónapot voltam a hajón, 1 hónapot itthon. Szóval az arról szólt, hogy egy teljesen más aspektusból nézzem a zenei világot, tehát hogy nem feltétlen az, hogy ott állok a színpadon, mint sztár előadó, hanem igenis vendéglátósként kellett, hogy trióban játszottunk, óceánjáróhajón. Nagyon sok időt töltöttem folyami hajókon, ott abszolút egyedül voltam, ugye 100 zongorával. Kellett nekem ez az időszak, az ember ilyenkor azért nagyon sok mindent felismer, vagy hogy néha így elcsodálkozik, hogy miért került oda, ahova. De nagyon örülök, hogy megélhettem ezeket az időszakokat, ennek köszönhetően nagyon sok helyen jártam a világba, világkörüli út, óceánjáró. Világot láttam gyakorlatilag. Igen, volt az egyik körút, ami 4 hónapos volt, hogy közel 48 országot érintettünk, szóval nagyon sok mindent, nagyon jó dolgok is voltak, kevésbé. Csak egyetlen települést vagy országnevet mondja, van kedvenc helyed, ahol azt mondod, hogy leélnéd az életedet? Hát az Budapest. Így a legjobb a válasz. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Folytassuk majd máskor ezt a beszélgetést még. És ugye kimentünk a divatból, emlegettük ezt a dalt, most meg is hallgatjuk. Chris Rudolffal folytatjuk. Száguldó csillag, csak le ne hess. Nem lehet mindig minden egyenes. Kapj el egy felhőt, és ugord vele hát a múltat és a mát. Túl a csend allamán, az idők terén, miért ránk nehezült? És oly sokat kért, az már nem divat, hogy te és én. Mert láthatod, hogy a távolság itt áll, ez elrepíthet minket már. Érzed, hogy eltűnt most egy rész. Mi tartottuk egybe, és mi is törtük szét. Minden ismert úton most lezárult a híd. Az élet játszik így. Túl a csend alamán, az idők terén, mi ránk nehezült, és oly sokat kér. Az már nem divat, hogy te és én. Mert látod, ez elrepíthet minket már, hogy az üstökös a világűrben száll.
Krisz Rudolffal beszélgettem az elmúlt percekben itt a Budapesti stúdióban. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, facebook.com/kívánságszolgálat, vagy akár YouTube csatornánkat is felkereshetik, itt a YouTube keresőjébe írják be a műsor címét, Kívánságszolgálat dr. Klemán Zoltánnal, és visszanézhetik korábbi adásainkat is. Folytassuk az évfordulók sorával. 72 éve látott napvilágot Presser Gábor Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. 83 éve nyitották meg a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára, és 45 éve született Jimmy Olivier angol szakács, showman, az ő tévésorozataival találkozhattunk is már meg annyi alkalommal. Egy újabb üzenet következik a hozzátartozó dalkéréssel. Horváth Károlyné Debrecenben a következő dallal köszönti édesanyját, Máriát, és kéri, nagyon vigyázzon magára, üzeni, várja a mielőbbi találkozást. A dal címe Mama, aki énekel, Dérheni. Felül a kisbabas, először mondja, hogy mama. A nagy a bánat, az dobog a hangja, hogy mama. Valami kell neki, a puci elveri, mama. Anyuskám, anyuskám, ez így volt hajdanám. Minden hétfőn, szerdán és pénteken 2:45-tól várjuk Önöket új adással, a heti ismétlést pedig vasárnap 13 óra 15 perctől nézhetik meg, a három adást egymás után megszakítás nélkül. Folytassuk egy újabb üzenettel. Molnár Dávid a következő dallal köszönti édesapját, Pált, 59. születésnapja alkalmából. Szeretné színesebbé tenni még mindig otthon töltött mindennapjait. Mégpedig a dal így hangzik, Budapestbe szerelmes vagyok, aki előadja, Nyári Károly, Nyári Edit és Nyári Alíz. Nem akarom titkolni az érzést, de Budapestbe szerelmes vagyok. Ha nem itt élnék, itt szeretnék élni, ennél többet nem is mondhatok. Budapest, Budapest, én benned szerelmes vagyok. Budapest, Budapest, én benned szerelmes vagyok. Sorsom útja bárhová visz el, nem lehetek tőled olyan messze, hogy ne légy a szívemhez közel. Budapest, Budapest, hogy ne légy a szívemhez közel. Budapest, Budapest, hogy ne légy a szívemhez közel.
éjszaka a Gellért hegyről nézve, olyan vagy, mint egy mesevilág. A Váci utca déli rüktetése, az érverésemen dobol tovább. Budapest, Budapest, az érverésemen dobol tovább. Budapest, Budapest, az érverésemen dobol tovább. Sok vihart kibírt a Duna partja, ez a város sok sebet kapott. Mégis mindig talpra tudott állni, ez magyaroknál megszokott dolog. Budapest, Budapest, ez magyaroknál megszokott dolog. Budapest, Budapest, ez magyaroknál megszokott dolog. Budapest, Budapest, én belét szerelmes vagyok. Budapest, Budapest, én belét szerelmes vagyok. Van még egy üzenetünk egy hozzátartozó dalkéréssel. Virágné Péceli Katalina saját kedvére kérte a soron következő felvételt, és szeretettel küldi mindenkinek. Volt egyszer egy zongorista, énekel Füzi Gábor. Sokan szégyellik ezt a csúf világot, és azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes várok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém is úgy igaz. Volt egyszer egy zongorista sávat és sovány, egy kávéházban muzsikált egy jócska zongorán, meghódított ő minden lányt. Molban és durban egyaránt. Volt egyszer egy zongorista sábat érdekes, ki reggel ötig gazdalót a nőt sos ezenes, de öt belé lecsukta hangszerét, mert kérem, hátra volt egy rendezvúja még. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy zongorista sábat és sován, egy kávéházban muzsikált egy jócska zongorán, meghódított ő minden lányt, molban és durban egyaránt. Volt egyszer egy zongorista sábat érdekes, ki reggel öt igazdalóta, nőt sose szeres, de öt belé lecsukta hangszerét, mert kérem, hátra volt egy rendezvúja még. De öt felé lecsukta hangszerét, mert kérem, hátra volt egy rendezvúja még. Ilyen gyorsan elszaladt ez a fél óra, örülök, hogy együtt töltöttük. Keressenek bennünket a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálat. Itt a főoldalon találják az üzenetküldés fület, kattintsanak rá, és már is írhatnak, kérhetnek, éljenek a lehetőséggel. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!